Szeretnél nyerni egy FIFA 23 játékot, vagy 12.000 FIFA pontot? Akkor itt az ideje, hogy regisztrálj az Instagramon található nyereményjátékra. A linket megtalálod a komment szekcióban, további infók pedig az Instagram posztomban találhatóak. Innen is sok sikert kívánok mindenkinek! VAMOS! Boys, boys, boys! Hát mióta vártuk már ezt a pillanatot! És végre elérkezett! megjelent a FIFA 23, és elkezdünk egy új sorozatot, amely nem más lesz, mint a FIFA 23 Road to Glory. Nagyon-nagyon régen volt már nekem Road to Glory sorozatom, viszont mint már nagyon sokszor elmondtam élőadás keretein belül, az idei játékot nulla FIFA pont ráköltéssel fogjuk végigvinni, úgyhogy gyakorlatilag az első epizódra elhoztam nektek azt a kezdőcsapatot, amit sikerült a webes alkalmazás által megszerezni. Voltak itt különböző trédelések, voltak különböző csomagnyitások, mármint kezdő csomagnyitások, és gyakorlatilag így sikerült ezt a kezdőcsapatot csapatot összeállítanom, ami annyira nem is lett kezdő, de pillanatokon belül látni fogjátok az első FIFA 23-as csapatomat. Na és akkor srácok, amint láthatjátok, meg is érkeztünk. Krisztián 11 lesz idén a csapat nevünk, mert igazából ezt szavaztátok meg Twitchen a leges legtöbben egy élőadás keretein belül. Nagyon fontos megemlíteni, hogy egy BPL csapattal fogunk indulni, ugyanis gyakorlatilag már hónapokkal ezelőtt elmondtam, hogy én mindenféleképpen Premier League-gel szeretnék kezdeni mert annak idején a FIFA 13-ban is Premier League csapattal játszottam a leges legtöbbet, mikor elkezdtem magát az egész videózást. Na de akkor kezdjünk is bele, a kapuba nem más, mint Areola került, 1200 zsetonért vásároltam, sokat variáltam, hogy Areola vagy inkább Póp legyen, de én azt gondoltam, hogy Areola esetleg egy jobb választás lehet, ha mégsem jönne be, akkor sincs probléma, mert Pópnak a kártyája hasonló értékekkel rendelkezik, illetve ár tekintetében is hasonló, hiszen azt hiszem talán 1100 koinba kerül. Ez Zareola 1200 zseton volt, úgyhogy gyakorlatilag 100-200 zseton közti különbség van a kettő kártya között. A következő játékos az nem más, mint egy Mbabu 2100 koinért érkezett. A statisztikai egyébként abszolút jók, tehát egy kezdő csapatba tökéletesen beilleszkedik, én az rb közé oda is tettem, amikor még az a videó volt, hogyha nem láttad, akkor esetlegesen nézd vissza a csatornán, ugyanis készítettem minden egyes pozícióra a legjobb játékosokat, egy ilyen összeválogatást, elemeztem őket ligára lebontva, stb. stb. Úgyhogy ha érdekel, akkor mindenképp nézd vissza. Embaburól egyébként, amit érdemes megemlíteni, nagyon-nagyon jó staminája van, nem fog elfáradni a mérkőzésen, ugye láthatjátok, hogy high attacking work rate van, emiatt fontos az, hogy tényleg a sztaminája sok legyen, hiszen ezáltal rengeteget fel fog futni majd a támadásokhoz, de 83, pésze 73-as védekezéssel, illetve 81-es fizikummal szerintem egy baszókártyának mondható, a CB pozíciójában nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, viszont majd látni fogjátok, hogy ki az utolsó kártya csapatba. Így a másik opciót, aki egyébként egy Joe Gomez lett volna, nem tudtam megvenni, mert jóval drágább volt, mint ez a Godfrey nevezetű kártya. Hasonló statisztikákkal rendelkezik egyébként, mint a Joe Gomez, negatívumot nem tudok rámondani, 2400 zsetonba kerül. Angol nemzetiség gyors, jól védekezik, 90-es sprint -e van, nyilván egyetlen játékosa sem tudtam még pozíciómodosítót, illetve chemistry style tenni, hiszen nem voltak a klubomban, mert tényleg totál csutka nulláról kezdtük ezt az ultimate teamet, de remélem, hogy nektek tényleg élvezhetőbb lesz, mint az, hogy megvennék minden egyes játékot, vagy játékost egy hét alatt, gondolok itt Mbappéra, Ronaldóra, stb. stb. és nulla ö, úgymond kihívás lenne egész évben, mert mindig a legeslegjobb játékosokkal játszottunk, mert fél millió forintokat ráköltöttünk a játékra. Meglátjuk ez mennyire lesz működőképes, mennyire szeretitek majd, de igyekszünk a weekend kezdve mindent összevágni nektek. Következő játékos az nem más, mint Akanji-nak a lapja, az egyik leges, legjobb árérték kategóriájú CB-ről beszélünk a Premier League-ben. 3000 zsetonért vásároltam, 77-es futási sebességgel, 83-as védekezéssel, 78-as fizikummal. Ez a kártya szerintem önmagáért beszél, nagyon jó alstatisztikái vannak, és nem igazán tudok tényleg olyan statot mondani, amit gyenge lenne úgymond a közép középhátvét pozíciójában, főleg a játék korai szakaszában. Következő játékos az nem más, mint Korné. Ö, hát, megmondom az őszintét, hogy jelenleg elem pozícióban van, mert tényleg még pozíció módosítót sem tudtam vásárolni, majd látni fogjátok, hogy miért. És ezáltal nyilván rá még össze kell majd gyűjtenünk, de mivel kaptunk coin boostot az objektívek, illetve a season objektív miatt, vagy a season szint miatt, ezért biztos, hogy pikpak összefog az a két-három ezer zseton jönni, és akkor őt LB-be tudjuk módosítani, mert mint láthatjátok, neki van három különböző alternatív statisztikája, LB-ként, CF-ként és LV-ként is bevethető ez a játékos, úgyhogy full patikának mondanám, szerintem teljes mértékben meg leszek vele elégedve, ha nem, akkor is van tőle még bőven ő másik opció. Következő játékos az nem más, mint Zakaria, hát én egész évben illetve hát nyáron azt mondogattam, hogy ez a kártya az egyik legnagyobb bízt lett. Ami meglepő számomra az tényleg az, hogy 10.750 zsetonba került mindösszesen, tehát igazából lófasz az, amennyire meg lehetett ezt a kártyát venni a webes applikáció segítségével. High High Work Rate, 82-es futássebesség, sebesség, 80-as védekezés, 85-ös fizikum, hát ezek az al statisztikák gyerekek, Oké, okay, nem tud fejelni, nem annyira jó az agility balansza, de szerintem a játék kezdeti ö, pozíciójában, CDM-ben nincs jobb kártya tőle. Biztos más ligában találnánk, de BPL-ben ez a Zakaria, ez egy mutáns lesz szerintem a pályán. Következő játékos az nem más, mint Fred, akit 2900 zsetonért vásároltam. Ő egy ilyen középszerű kártyának mondható, nem tud lőni, nem annyira jó mondjuk a passzolása, de szerintem egy ilyen box-to-boxnak nevezett CM-ként a játék elején tökéletesen használható, főleg úgy, hogy 94-es staminája van, 85-ös agressziója van, balansza, agility -e, full patika. osztogatni is valamennyire tud, nyilván nem ez az erőssége, de szerintem ez a játékos mindenképp megér majd egy próbát, high-high work rate nála is, tehát tudunk támadásokat is vezetni, védekezni is tudunk vele, úgyhogy én teljesen megleszek vele, szerintem elégedve. Következő játékos ugye a középpályán az nem más, mint Nunesnek a lapja. 82-es futás sebesség, 82-es dribbling, 70 fölötti minden más statisztikája, 3 csillag, 3 csillag, high, medium, work rate, nem is került egyébként annyira drágába, tehát ez az 5200 coin, ez annyira nem mondható soknak. Nincsenek azért nagyon-nagyon patikas statisztikái, tehát egy Zakariát én jobbnak érzek, nyilván, de azért neki nem is az a feladata tulajdonképpen a középpályán, hogy úristen mindent felszántson a középpályán, viszont cserébe szerintem támadásokat tökéletesen tudunk vele majd vezetni. Következő játékosunk az Bruno Fernández a cam pozíciójában 17 ezer zsetonért vásároltam, 72-es futássebesség, 81-es dribbling, 86-os lövés, 88-as passzolás, 76-os fizikum, 4 csillag, 3 csillag, nem valami jó, tényleg az a 3 csillagos gyengébbik láb, de megnézzük, hogy cam pozícióban mit tud, én ugye a tavaly és a tavaly előtti évben is használtam a Bruno a kártyát, akkor egyik évben sem tetszett, de most megint adunk neki egy lehetőséget és megnézzük, hogy tényleg a KTK pozíciójában mit tudunk vele alkotni. A statisztikái nekem egyébként tetszenek, 88-as longshot, 88-as lövéserősség, 88-as short pass, long pass szintén 88-as, tekerni is tud, úgyhogy nagyon nem tudok belekötni ebbe a kártyába, talán egy picit lassúcska, de hogy a KTK pozícióját el tudja majd játszani ezzel a high high work tel azt majd meglátjuk in-game. Következő játékosunk az nem más, mint Hollandnak a lapja, 53 ezer szociért sikerült megszerezni. Megmondom a frankót, hogy nem olcsó kártya, és lehet, hogy egy rotoglóriba kicsit túllőttünk a célon, de úgy voltam vele, hogy mivel megcsináltam a me csapot, megcsináltam az összes cash kezdő SBC-t, és full kikukáztam a klubot, és összejött erre a kártyára a coin, illetve hát egészen pontosan 55 ezer zsetonom volt akkor, amikor ezt a kártyát megvettük, úgy voltam vele, hogy átnézem az összes Premier league kártyát, hogy kinek mehet fel a leges legjobban az értékelése ilyen 50 és 60 ezer coin között. Na hát ráesett a választásom, mert Szerintem oké, okay, hogy három csillag, három csillag. De annyira hype ez a kártya, mármint olyan tekintetben, hogy a való életben is rengetegen szeretik ezt a játékost, illetve nagyon nagy hype kap, hogyha kapna esetlegesen az első héten egy OTV promós kártyát, akkor kimegy a csomagokból, nem lesz elérhető a sima kártyája, illetve szerintem ennek a lapnak az 50 ezer coin kevésnek mondható. Tehát én arra számítok, hogy ez a lap kétszer vagy háromszor annyi lesz. Úgyhogy gyakorlatilag én ezt a kártyát úgymond befektetésnek szánom, és reménykedek abba, hogy tényleg az értékét meg tudom mondjuk, vagy a koin mennyiségemet meg tudom majd duplázni, ezért esetre a választásom. Az utolsó játékos pedig a kezdő 11-ben az nem más, mint az a Gedesz, akit szana széd dicsérnek azok az emberek, akik már kipróbálták a játékot. 3800 zsetonért vettem, 4 csillag, 4 csillag, 86-os futási sebesség, 83-as dribbling, 83-as lövés, és nincsen gyakorlatilag olyan statisztikája a, Különböző fizikai statisztikák mellett, ami egyébként szarnak mondható. A balansza nem túl erős, de azért valljuk be az őszintét, hogy 85-ös gyorsulás és 87-es sprint speed mellett nekem szerintem bármennyi is a balansza a játék elején nem nagyon fogunk úgymond negatívat mondani erre a kártyára. Úgyhogy srácok, nekem ez jelenleg a kezdő 11-em, amit Road to glory össze tudtunk hozni a webes alkalmazáson keresztül. Láthatjátok, hogy se cseréim nincsenek, se koinom nincs, mert 7 darab zsetonom maradt mindösszesen viszont nem csüggedek, mert a holnapi nap folyamán, vagy lehet, hogy amire látjátok már ezt a videót, már közben elkezdjük Twitchen ezt a Road to Glory sorozatot, és orvérzésig fogjuk nyomni a streameket, ugyanis napi szinten kettő stream várható. Az első stream délután 1-től 5 óráig, a második stream pedig 7 vagy 8 órai kezdéssel 10-ig vagy 11-ig. Az első streamben nyilván kicsit hangosabbak leszünk, a második stream az csillesebb lesz, ugyanis olyankor már nyilván tekintettel kell lennem arra, hogy nálam is itthon vannak, pihennek, illetve a szomszédot sem szeretném majd nagyon durván felzargatni az esti órákban. Nagyon szépen köszönöm srácok mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Ha új vagy a csatornán, akkor mindenféleképpen jelez már egy like illetve egy feliratkozással, hiszen ez a legjobb visszajelzés számunkra. És várok mindenkit a következő élőadás vagy videó formájába, a komment szekcióban pedig írjátok le a véleményeteket, illetve hogy ti milyen csapattal kezditek a FIFA 23-at. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, ciao ciao, szevasztok!